Idén 8. alkalommal április 17-én rendezték meg a hagyományos húsvétolás taktaszadán a Művelődési Házban. Daruka Józsefné kulturális szervező köszöntötte a vidám esemény résztvevőit, majd Devera Erzsébet hittantanár lépett a mikrofonhoz, aki felidézte az ünnepkör történéseit, Jézus szenvedését és feltámadását. A hittantanár emlékeztetett arra, hogy a húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, amikor Jézus a keresztrefeszítés után a harmadik napon feltámadt. A szónok felhívta a figyelmet arra, hogy a kereszt halálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, azonban megváltotta az összes ember bűnét. Ezt követően a Kék Madár Ifjúsági Klub 3 ifjú tagja verssel kedveskedett a résztvevőknek. A délutáni program a Bokréta Művészeti Iskola Zemplén Tánc Együttes néptánc bemutatójával folytatódott, akik az alkalomra készített produkciójukkal szórakoztatták a közönséget. Az idei hagyományos húsvétolás verseny lényege az volt, hogy azok a civil szervezetek, akik a megméretetésre beneveztek, az ünnepkörhöz kapcsolódó tárgyakat gyűjtöttek, majd az összegyűjtött jelképek nevét versbe vagy történetbe foglalták. Az ünnepi eseményre nevezett az önkormányzat által alkalmazott dolgozók, a Taktaszadai Pávakör Egyesület, a Taktaszadai Remény Nyugdíjas Egyesület, a Taktaszadai Önkormányzat munkatársai, a Receptklub, a Családok Klubja, a Mici Mackó Napközi Otthonos Óvoda és a Kék Madár Ifjúsági Klub tagja neveztek. A verseket, vidám történeteket háromtagú zsűri, Boros István, Centnár Ferenc és Takács István értékelte, miközben Centnár Ferenc tárogatón húsvéti dallam adott elő. Az első helyet a Családok Klubja, a második helyet a Taktaszadai Remény Nyugdíjas Egyesület szerezte meg, megelőzve a Mici Mackó Napközi Otthonos Óvoda csapatát. A helyi receptklub tagjai korán reggel saját készítésű kalácssal kedveskedtek Filip András polgármesternek, Vajtó János alpolgármesternek és a Szerencsi Televízió munkatársainak az egész éves munkájuk elismeréseként.